Aki ebben az esetben egy judás. How can you sink that low? Digging up graves and looting from the dead. Ha, hypocrite. The whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care none. These people have been laid to rest. You don't know nothing. I talked to them long after they've been forgotten by every other fella. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're stinking and rough. I met some sick bastards in my time, Seth. But you? You're special. Folk is cold and heartless all their lives. To me, they gets warmer when they're actually cold and heartless. Surely that makes sense to even you. Not exactly, it don't. Are we really living anyway? Do you exist outside my mind? Maybe we're both having the same dream, and when we wake up, we'll die. I certainly seem to be in some kind of nightmare. Valami dialógus? Nem? Oké, akkor azt hiszem, át kell vennem nekem a frontot. Vagy mégsem. What'd you fuck? I didn't say nothing. I just heard you say something. You're a crazy man. You should get that head looked at. Seth, I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. I knew this was a waste of time. So, you want to go after Bill Williamson, do you? You know Bill? Oh, yes. I met Williamson and Deke and all them boys. Sometimes they call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who do things most other fellers won't. Now, that I can believe. I reckon you can get in there, no bother. Assuming you help me find this map back. Fel akarok ugrani a kocsijukra. Gyerünk! Azaz! Így kell ezt csinálni, baby. Csak azt hiszem, most ezen ragadtam. De elnézést, uraim. Bocsi, Seth, most már itt vagyok veled. Csak egy kicsit mókáztam. Ugye, atyám, milyen sipákoló hangod vagy. Nothing much. Just unimaginable riches and such like. A spark of hope that lit a rage and fire I can't put out. I thought as much. Another treasure hunter losing everything in the search for nothing. Oh, I lost it all, partner. My wife, my children, my business. Good riddance to them all. I don't eat, I don't sleep, I don't wash, and I don't care. I know. I can smell you from here. Ez az aranyélet. It used to be about the money, but now, I don't know who I am no more. I see myself, but it's like I'm looking at somebody else. Only it's me, you know? Maybe it's time you moved on. No way I can stop now. It's taking me over. There's no difference between night and day, just darkness. I want to see the sunshine again. I've seen some candidates for Bedlam in my time, but you might just win the prize straitjacket. All right, this is it. Let's stop here a moment and come up with a plan. Ki tervekben nagyon jó vagyok, em. Moses is being held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. Oké, szóval magamra kell haragítani az őröket lényegében. Mészároljuk le őket. The fuck? Hova lettek? Mi történik? Leave them away from the shack and out of sight. Somewhere out past that. Szerintem most nem oda néz a kamera, ahova néznie kéne. Ja, szerintem nem oda nézett, ahova néznie kellett volna, szóval dobjuk el a lovat. Tüp-tüp-tüp-tüp-tüp. Bocsássanak meg, uraim. Hé, ne lőj rám, légy szín, ne lőj rám! Ne lőj rám, haver! Saját lovadat is eltaláltad. Idióta. Majdnem totál lemészároltak. Na és most már csak el kell bújni valahol. Pontosabban inkább hajtani kell, ameddig csak tudsz, mert folyamatosan jönnek utánad. Körön kívül kell maradni az egésznek, az a kulcsa. Na, béken hagynátok már végre? Ja, tényleg ott a jobb felső sorokban a Vantage felirat éppen szépen lassan megy le a piros szín is, és mikor lemegy, akkor vége van. Csak most van 20 dollár díj a fejemem? Majd vagy befizetsz, vagy egy amolyan pardon levéllel szépen vissza tudsz vonni.
vagy letöltöd a börtönben. Letöltesz a börtönben egy bizonyos időt. Nem tudom, hogy befolyásol-e valamit, tudtam már, nem. Oké, ez egy tökéletes feladat a lasszomnak, azt hiszem. Na. Frag out! Ah. Egy picit futunk, aztán kicsit feljebb kell célozni szerintem. Mondjuk valahogy így. Ez egy tökéletes dobás lett volna, ha el is találom. De sajnos nem. Majd most, ezt figyeljetek. Ez az. Teli találat. Na hé! A rohadék majdnem megszökött valahogy. Nem is tudom, haver. Most viszont azt hiszem, mert a pacikámmal visszaméztem. Nem, haver. Te nem tudsz nekem segíteni, Seth viszont tudsz, szóval azt hiszem, oda viszlek neki. Ja, bla bla bla, mindig ezt mondják. Igazából én is így érzek. Oké, remélhetőleg elég lesz, hogyha odállok mellé a lovammal. És valóban elég is volt. Moses, you son of a bitch! Where's my damn map? Damn you, Seth! Damn you, Seth! You've always been a twisting little freak! I ain't telling you shit! Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. Suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston! I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. Odd fellow's rest. It's an odd fellow's rest. Get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. Deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. Come on. We can pay it off in the telegraph office. Hurry up. I need to go find that man. És a szegény embert nem kéne feloldani. Veszarom. Na. Együtt megyünk, vagy előre futatok? Én előre fogok futni, ha nem fognak megvárni. Jó napot, uram! Hé, na, azt hittem, hogy nem tudom adni. Zsír! Don't worry yourself with thanks, Seth. Just help me when I come asking. No problem, mister! Ja, Seth egy picit bolond. De még sokáig vele kell majd foglalkoznunk, azt hiszem. És itt van is egy mellék dolog, gyorsan csekkoljuk le, ha már erre járunk, nem igaz? Nem is emlékszem erre. You look like you've seen trouble, mister. Enough for 100 men. Trouble has a way of finding me, mister. Do I like the sound of that? Do I ever like the sound of that? Trouble with a capital T. That's just capital. Whatever you say. Cold, tough, but with a heart of gold.
The cowboy sings his lonely song, like a dog whose bone is made of wood. Excuse me? Nothing. I was just writing my next piece. I've been sent out here to provide a little frontier joie de vivre for the ladies back east. I don't understand a word you're saying, mister. Yeah, my ma felt the same way. And now she wrote me out of her will, and there's no hope for any of us. Jimmy Saint, sir, at your disposal. But please don't dispose of me just yet. What are you doing out here, Jimmy? Capturing the spirit of the West for a monthly back east. You know, I'm sending them my oh-so-witty and oh-so-pertinent missives and gaining myself a little prize in the bargain. So it's action I'm after, and action I'm gonna find, too. Wild men, cheap women, you know, guns, that sort of thing. Well, you have fun. Fun? I'm gonna have the time of my life, Spork. I tell you, mister, the time of my little old life. Funny man. Rendben, itt az újságot még megvesztük, aztán szerintem én menteni fog. Oké, aztán újságot ma nem fogunk venni, mert véletlenül felöltem az úriembert. Hát botásom meg, jó uram, akkor azt hiszem megyünk innen újság nélkül? Paci! Nem te kutya, hanem Paci, téged meg is ugrott, te rohadék. Gyere csak ide, ennyit rólad. Nem tudom, mit képzelnek ezek magukra. Hé, tudok újságot venni. Zsír! Leszállnál alulról, köszönöm szépen. Na, most megpróbálom nem fellökni az úriembert. Szívesen máskor is. Lusta vagyok beleolvasni. Ja, igazából egy-kettő érdekes dolog van benne. Na de én inkább most mennék tovább. Ki a pusztaságra, hogy aztán lerakhassak egy tábortüzet. És elmethessem a még kis játékunkat. Pontosan, szerintem itt már megteltem. Várjunk csak, ezeket még nekem kell elolvasnom. Ezt nem is tudtam, ha azt hittem, hogy automatikusan aktiválódni fog. Én erről nem tudtam semmit. És most miben különböznek ezek a helyek? Azt hiszem kiírja a kisebb helységeket is, mondjuk, hogy Fort Mercer, meg ez itt. Értitek ezeket a kisebb településeket is, most már leírja nekem. A lovam viszont itt be van kattanva, szóval nézzük meg, hogy itt már használhatom a mi kis táborhelyünk, hogy király. Én csak menteni akarok. Ott még bab is van a háttérben, szent szar. Ez az igazi kavó élet. És kazak, szerintem most abban is hagyom. Szóval köszönjük, hogy néztetek. Viszlát legközelebb, és addig is sziasztok.